Aki észben erősebb, az majd a fektőröknél szerezhet pontot. Lesz képfelismerés. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete immáron 5. alkalommal szervezte meg a kamaszvetélkedőt, amellyel a 13 és 18 év közötti fiatalokat kívánja megszólítani. Az idei jubileumi versenysorozat 2 fordulóból állt, és a legjobban teljesítő 18 versenyző a jelenléti döntőben mérte össze tudását, amelyre a festői környezetben lévő Vadvölgy panzióban került sor. A program csapatversennyel kezdődött, azt követően a legjobban teljesített 6 fiatal versenyzett az úgynevezett trófeáért. A komplex egyéni vetélkedő témakörei a logika, honismeret, helytörténet és magyarságismeret voltak. Igazából 2 részre bontottuk a döntőt. A tegnapi napon volt egy ilyen csapatjátékos feladatokkal tarkított első forduló. Itt 3 csapat mérte össze tudását, ugye a 3-6-os csapatban versenyeztek a fiatalok. A mai nap pedig a 3 csapatból győztesen kikerült, hát 6 játékos volt az, aki egymással mérkőzött meg. Igazából úgy gondoltuk, hogy nagyon sokféle fiatal van. Sokan lehetnek akár reál vagy humán beállítottságúak, de lehet, akik inkább mondjuk a fizikai adottságuk vagy kézügyességük miatt emelkednének ki a többiek közül. Ezért úgy határoztunk, hogy egy komplex vetélkedőt fogunk összeállítani. Tehát volt benne logikai feladat fejtörő, volt benne honismerettel kapcsolatos kérdéssor is. A vetélkedők kérdések összeállításában nagy hangsúlyt fektetünk a magyarságismeretre is, illetve nem csak a magyarsággal, a magyar nemzettel, de talán egy kicsit a helytörténettel, Kárpátaljával kapcsolatos kérdések is meg tudtak jelenni itt. Például olyan képfelismerések, vagy akár térképes feladatok is hát bemutatásra kerültek, amelyek talán egy kicsit megizzasztották a résztvevőket, de voltak sikerélmények is, azt láttuk. A következő részben itt már megjelentek az ügyességi feladatok is, úgy az első fordulóban, tehát a csapatok között, mint az egyéni számokban voltak ügyességi feladatok. Ezekben természetesen a csapatmunka, akár a gyorsaság, az együttműködőkészség, itt minden szerepet játszott, úgyhogy azt láttuk, hogy jól érezték magukat. Én azt gondolom, hogy ez a kamasz vetélkedő, ez hozzá segíti a fiatalokat is ahhoz, hogy gyűjtsenek egy kis tapasztalatot, hogy tudják a helyüket megállni különböző szituációkban, feladatokban, és azt látom, hogy valóban mindenki sikerélményekkel gazdagodva fog majd innen hazatérni. Persze, ugye itt első, második és harmadik helyet is kihoztunk a végén. A szervezők a Vadvölgy panzióba vezető utat is érdekessé tették. A kamaszvetélkedő résztvevői ellátogattak a Nevickei várba. Igyekszünk ezt a hosszú utat, amíg ugye általában Beregszász vagy Beregszász környékéről felutazunk ide. Tehát igyekszünk ezt a hosszú utat valamivel színesíteni, tarkítani. Általában mindig kijelölünk egy célpontot, amit megtekinthetünk, vagy ami talán egy kicsit hiánypótlásnak minősülhet. Az idei évben a Nevickei várhoz, a Nevickei váromhoz látogattunk fel a fiatalokkal, és ugye a várom megtekintése közben sikerült egy kis idegenvezetést is tartani, megismerkedni a várom történetével, készíteni nagyon jó fotókat egyébként. Nevickei várról rendkívül szép panoráma nyílik az Ung völgyére, úgyhogy ezt is jó volt látni, hogy sokak életében ugye ez egy első alkalom volt, tehát a fiatal többsége nem járt még itt. Ezt követően indultunk tovább, és értük el az úti célunkat, a Vadvölgy panziót itt Viharoson. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 5. kamaszvetélkedőjének megvalósulását a magyar kormány támogatta.